A szülés közelettével a kismamákat egyre jobban foglalkoztatja a fájdalomcsillapítás gondolata. Mi most a bennük felmerülő kérdésekre próbálunk szakszerű választ adni. Az epidurális érzéstelenítés a magyarországi kórházak szinte mindegyikében elérhető. Ez az egyik legelterjedtebb és talán legkedveltebb fájdalomcsillapítási módszer. És talán a legtöbb tévhit is e körül kering. Az az ágyéki gerinc szakasz, amelyik területen fölkeressük azt a részt, amiben a legnagyobb biztonsággal be tudjuk vezetni a kanült. A gerinc közeli érzéstelenítések közül szüléshez leggyakrabban az epidurális érzéstelenítést használják, amellyel egy kanülön keresztül folyamatos fájdalomcsillapítószerhez juttatják az anya szervezetét. Ezt azonban csak a rendszeres fájások beindulásától lehet megkezdeni. A gerincvelő közelébe adnánk ezt az érzéstelenítőt, akkor sem sérthetjük a gerincvelőt, mert tulajdonképpen ezen a szakaszon a gerincvelőnek olyan részei vannak, amit gyakorlatilag sérteni nem tudunk, mert az a háti 12-es csigolya magasságába befejeződik, és ennél mélyebben végezzük azt a beavatkozást, aminél a szülési fájdalomcsillapításhoz szükséges anyagot adjuk. Ebben az epidurális résben úgy biztosítják a fájdalomcsillapítást, hogy a kismama a fájásokat végigérzékeli, és tudja, mikor kell a kitolást végeznie. Az epidurális mellett a spinális érzéstelenítést is alkalmazzák, általában a császármetszéses szülések esetén. A gerinc csatornán belülre adjuk az érzéstelenítő anyagot, helyi érzéstelenítőt. Ez általában másfél-két órás fájdalommentességet biztosít. De ne felejtjék, ez is arra az ágyéki részre esik, ahol nem sérthetik a gerincvelőt. Ezt a módszert azonban spontán szüléseknél nem használják, hiszen ennél a kismama nem érez semmit, nem érzékeli a fájásokat sem, így nem tudná mikor, milyen erőt kell kifejtenie. Aki pedig óckodik a gerinctáji érzéstelenítéstől fájdalmai csillapításához, orron át is hozzájuthat. A nitralgén analgézia lényege, hogy a vajúdó a fájások alatt egy nitrogénoxidul oxigén 50-50%-át tartalmazó gázt lélegez be. Ennek az az előnye, hogy a szülés kezdetétől a jóslófájások alatt is használható. Hátránya viszont, hogy a kitolási szakban már nem használható, illetve ha komolyabb beavatkozásra van szükség, nem biztosít megfelelő fájdalomcsillapítást.